A szegedi belvárosi mozi idén is otthont adott a már 5. alkalommal megrendezett Zsigmond Vilmos Filmfesztiválnak. A Balázs Béla teremben az érdeklődők több magyar film mellett előadásokat is megtekinthettek. Az Origo Filmstúdió képviseletében Ruzsinszky Ádám tartott előadást a stúdió magyar filmiparbeli szerepéről. A produkciós igazgató a prezentációja során beszélt a stúdió felszereltségéről, szolgáltatásairól, illetve a jövőbeli terveikről. Az egész filmipart valahol a magyarok alapították, és azt gondolom, hogy mi megtanítottuk a világot filmet gyártani. Sajnos ugye mi hátra, a magyar filmeseknek így nem voltak meg azok a mentoraik, fogalmazhatunk így, amikkel a FESZTA fejlődést elérhetjük, de úgy gondolom, hogy ha elindul egy komoly szakmai háttérmunka, akkor ezek az emberek lehet, hogy nem mennek ki külföldre, és utána pedig ugyancsak vezetői lehetünk majd egyszer csak ennek a szakmának. A rendezvény résztvevői megtudhatták, hogy a stúdió felszereltsége, illetve a partnerek üzleti igényei mennyire tudják befolyásolni az elkészült anyagok sikerét. Producer vagyok és filmigazgató, de úgy gondolom, hogy a nyelvezete az mindenféleképpen egy olyan érzelmi töbletet tud adni, amiből az emberek tanulhatnak, és tanulni is kell. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az internet segítségével nagyon sok filmet elérhetünk. Így hogyha úgy gondoljuk, hogy a könyvtár még egy találmány volt, ahol a könyveket összegyűjtjük, most pedig igazából az interneten keresztül szinte minden filmet el tudunk érni. Így valahol azt szeretném, hogy az emberek érzelmileg is fejlődjenek, hogyha már ennyi filmet néznek, de nem csak érzelmileg, hanem szociálisan is és mindenhogy is. És valahol ezt is várom, és ezt is szeretném igazából kivenni a filmeseknek, hogy ezeket az üzeneteket tudják átadni a filmen keresztül, hogy jobb emberek legyünk, és érzelmesebben, hogy érzékenyebbek legyünk, és a szociális dolgokra is érzékenyebbek legyünk, és figyeljünk oda egymásra. A filmek nem csupán szórakoztatnak, az alkotó belső világát és gondolatmenetét láthatjuk, mely esetenként saját életünkre vonatkoztatva tanulságként is szolgálhat. Nagyon sok rétű, nagyon sok összetevője van annak, hogy egy film sikeres legyen, és ezt nagyon nehéz megtalálni. De ezért szép ez a szakma, hogy bármiből lehet sikeres, nem feltétlenül csak a költségvetéstől függ ez, hanem az újító megoldásoktól is, és igazából ez egy nyelv, amit ha valaki szépen használ, akkor átmegy az üzenet, és az, ha megérinti a nézőket, akkor sikeres lesz a film. Az előadást egy kerekasztal beszélgetést követte filmes szakmai szervezetek képviselőivel. Ennek során megvitatták azokat a lehetőségeket, amelyek az Origo Film innovációs alapítvány létrejötte nyithat meg, nem csak nemzetközi, de a hazai filmipar számára is. A nyilvános beszélgetés folyamán a szakemberek választ kaphattak a bennük felmerülő kérdésekre. Azzal tudnám kicsit összehasonlítani, amikor a családban vagyunk, és a családot próbáljuk nevelni, hogy én gyerekemre én vagyok a legnagyobb hatással. Viszont egy rendező, egy filmalkotó viszont az egész népre, nemzetre, világra lehet hatással, és ez egy óriási dolog. Nyilván felelősség is egyben, de szerintem nagyon szép és előremutató dolog az, hogy módosíthat az emberek gondolkodásán. Tehát ennél szebbet szerintem nem nagyon tudok